Jó estét kívánunk a szombati televízió nézőinek. Egy kisebb stúdió rekonstrukción vagyunk túl. Próbáltuk a főtér élethű mását behozni a stúdióba, ez sikerült szerintem, hát, amennyire lehet. Gyuri nagyon bohókás, hiszen itt vagyunk a főtéren, a Royal Café Shopnak a teraszán ülünk éppen. Gondoltuk, hogy ha már nyár van, és ilyen szép idő, akkor kihozzuk önöknek ide a hétvégét. De nem csak mi ülünk itt természetesen, és nem csak mi fogunk itt ülni, hiszen hoztunk önöknek programajánlókat és érdekességeket, úgyhogy e tekintetben jelentkezni fog a mai műsorban a Kutyavilág című magazinunk, ami arról fog szólni, hogy milyen betegségeket terjeszthetnek a szúnyogok és különböző bogarak. Illetve mindent megtudhatnak a kávé különlegességekről és a limonádékról, de mindezek előtt beszélgetünk egy kicsit, hiszen már elkezdődtek a vasi halas napok. Itt van velünk Farkas Csaba és Gál Sándor. Jó estét kívánok! Jó estét! Hát meséljetek nekünk, miért pont Szombathelyen? És miért pont vasi halasnapok? Honnan jött a halasnapok ötlete? Nagyon fontosnak tartotta az Őrvidékház, hogy több szempontból közelítse meg ezt a kérdést. Az egyik az volt, hogy gyakorlatilag Magyarországon így Vasmében is nyilván a legnagyobb civil közösséget a horgászok alkotják. Fontos volt számunkra az a szempont is, hogy egy különleges turisztikai látványosságnak is adjunk helyet, valamint nem titkolt szándékunk, a Európában sereghajtóként vagyunk az édesvízi halfogyasztásban, és ez is egy jó szempont szerintem, hogy közel hozzuk a halakat az érdeklődőkhöz. Hát így vágtunk neki ennek a történetnek. Egy látványos, különleges hétvégét ajánlunk mindenki számára, amit ugye önök is tapasztalhattak, mai nappal elkezdődött. De nem apróztátok el, hiszen mindjárt háromnapos, tehát nem mondhatjuk azt, hogy apró lépésekkel kezdődik ez a vasi halasnapok, hanem tényleg egy háromnapos rendezvény lesz. Eredetileg kétnaposat szerettünk volna, de olyan nagy volt az érdeklődés, hogy ki kellett tolnunk, vagyis nem kitoltuk inkább, hanem előre hoztunk egy napot, a pénteki napot, szántuk első napnak. Amiatt, mert olyan nagy látványosságokkal érkezett ide a halas társadalom, mint például egy 23 ezer literes kamion akvárium. Azt úgy kell elképzelni, hogy maga a vezetőfülke mögött, ugye egyszerű emberek lévén úgy tudjuk meg, a mögötte levő rész, az a hosszú, az mind akvárium. Tehát is ebben rengeteg őshonos magyar halfaj kerül bemutatásra. Körülbelül mennyi ilyen halról tudunk? Tehát, hogy mert én például nem tájékozatlan vagyok halak tekintetében, az irányban is, hogy milyen fajta halak vannak, meg melyik magyar, vagy melyik nem. Tehát ha ez óriási nagy kamion, tehát oda aztán tényleg belefér pár halfaj. Így van, ugye vannak a közismert halak, a pontyfélék, keszegek, kárászok, amúrok, de azért itt, ami különleges igazándiból, azok a vizák és a kecsegék, amiket érdemes megnézni. És milyen halas programokkal várják az odalátogatókat? Hát a holnapi napon lesz egy profi halfőző verseny, nagy megtiszteltetés számunkra, hogy az országos halfőző verseny 43. fordulója itt lesz Szombathelyen. Itt többek között sztárséfek is fel fognak lépni, akár mondhatnám Frank Sándort, egy Venezdíjas szakácsot, vagy Lévai Ferencet, a Paprika TV-ből ismert séfet, és természetesen az ország különböző részéről, Szegedről, Bajáról a nagy halfőzőmesterek itt teszik tiszteletüket. Lehet kóstolni? Természetesen. A belépő jegy mellé lehet vásárolni kóstolójegyet, amivel akár mind a 35 főzőhelynél meg lehet kóstolni az ott elkészítetteket. Ha már itt tartunk, akkor azt is el szeretném mondani, hogy a belépő jegy mellé pont az imént említett Lévai Ferenc által összeállított szakácsfüzet, receptfüzetet kapják ajándékba a kedves látogatók. Miben tudunk mi vasmegyeiek különlegesek lenni a halak tekintetében? Mert ugye itt Bajai, ugye a nagy halászt, ugye, ezt mindenki ismeri, de miben tudunk virítani, vagy mi az, amiben mi oda tudunk tenni, akár az ország ezen felének? Hát alapvetően nagy különlegesség nincs. Ugye itt vannak a kis patakjaink a pisztrángokkal, meg hát köztudott, hogy Nádasdy Ferenc honosította meg itt ezen a területen a pisztráng gasztronómiáját, ami azért egy elég különleges dolog. De hát, mint említettem, a civil közösség közül legnagyobb a horgász társadalom, hát ők ezt nagyon szeretik, tehát ezzel nincs probléma. Úgyhogy mindenféle hal van szerintem a vasi tavakban.
Én megmondom őszintén, magam nem horgászok, én is csak mint műkedvő amatőr vagyok itt a hétvégén, de mindahogy nekem, szerintem más nem horgászó embernek is kedvetelik ebben a műfajban. Azt szeretném hozzátenni még ehhez, hogy az bizonyítja a legjobb, hogy milyen nagy a horgásztársadalom Vas megyében, hogy az ország legnagyobb árbevételű, jegybevételű horgászegyesületenek a székhelye van Vaskeresztesen. Milyen további programokkal várjátok az oda kilátogatókat, hiszen nem csak a halról lesz szó, rengeteg programmal érkeztetek? Természetesen a minden nap megtekinthető látványosságokon kívül a szombati napon 1500 literes bográcsban fog főni a halászlé, azt azért el lehet képzelni, hogy létráról fogja kevergetni a főszakácsa az alapokat. Aztán múlsorral is készültünk természetesen. Ugye már túl vagyunk egy nagy sikerű megnyitón, és hamarosan este 6 órától a Sipőc Rock Band fog fellépni, emléket állítva a névadójuknak. Aztán 8 órától Irigy-Hónaj Mirigyék robbantják szét a Ferences kertet. Óriási produkció lesz, abban biztos vagyok, egy új műsorral készülnek. Ugye tavaly vendégeink voltak a Sörfesztiválon, idén egy teljesen új műsorral, nagyon jól ismert, a két legújabb klipjük nagyon jól sikerültek, ezt mind a kettőt el fogják nyomni nekünk. Aztán 9 órától pedig DJ Szúnyog fog egy best of partit tartani a nagy sátorban. Ez lesz a pénteki nap. Szombaton reggel 10 órakor már kinyitjuk a kapukat, lehet jönni halászlevet enni, halételeket kóstolni. Nagyon nagy választékkal fognak készülni a főző csapatok. Említenék olyan dolgokat, mint például én is, aki nem vagyok nagy halas, de 8-10 féle olyan halat készítettek már el nekünk, amit nyugodt szívvel merek bárkinek ajánlani, mert szálkamentes, mert nagyon finom, például ilyenre, amit nem is gondoltam, hogy halból chipset csinálnak, eszméletlen finom, tehát érdemes megkóstolni. De a programokra visszatérve, amellett, hogy a ma hal folyamatosan kvízjátékokat csinál a közönség számára, amiben értékes nyereményeket adnak, lesz itt délután 3 órától szombaton citera zenekar, aztán egy nagyon jó kis country zenekar fog fellépni 15:30, utána tartjuk 4 órától ennek az országos mahal 43. főzőversenynek az eredményhirdetését. 16:30-tól Aletta show tánc műsora következik, majd 5 órától a bucsúi rezedák lépnek fel, bucsi rezedák néven, tehát nem elírás. 17:30-tól pedig az Art Fusion nevű zenekar egy soul funky stílusú zenét fog nekünk szolgáltatni. Este 7 órakor lesz a sztárvendégünk az UFO együttes. Az ide élő zenével, ugye hát a nyárnak ők a legnagyobb zeneszolgáltatói. Majd 8 órától mindenki által jól ismert DJ Netspál fogja szórakoztatni 11 óráig a közönséget. A vasárnapi napon is 10 órakor nyitunk, hogy akik halat szeretnének ebédelni, azok ezt meg tudják tenni a kertben nálunk. Majd különböző programok mellett csak kiemelném a 3 órától játszó Liverpool Beatles emlékzenekart, ugye bent a nevében is, hogy milyen zenét játszanak, majd 16:30-tól Ungareska táncegyüttes fog egy fergeteges táncműsort előadni nekünk, és utána 17:30-tól a Szentpéterfai Tim Árjani fogja a zárásig szolgáltatni a talp alá valót. Mindenkit szeretettel várunk. Hát tényleg nagyon színes program kavalkáddal készültetek, és a plakátokon is rajta van, hogy első vasi halas napok, tehát ugye ez már jelez valamit. Így van, pontosan azt jelzi, mire szerkesztő úr is gondolt, hogy szeretnénk folytatni, hagyományt teremtenénk belőle, és ahogy az előbb említésre került, hogy Lévai Ferenc receptgyűjteményét adjuk a felnőtt látogatóknak, ugyanígy vasárnap a gyerekek pedig egy belga csokoládéból készült aranyhalat fognak kapni a érkezésükkor. Természetesen a gyönyörű szép Ferences kert tavában koi pontyok fognak úszkálni, tavirózsákkal, tehát hogy még egy kis külcsint adjunk ennek az egésznek. És vasárnap pedig a civileké a pálya, mint ahogy szombaton a profiké volt, vasárnap a civileké, egy főzőversenyt hirdettünk, amire már rengetegen jelentkeztek. Szerintem még nyugodtan jelentkezhetnek az örvidékházkukac@gmail.com címen, és ott is
biztosítunk halat, alapanyagot a főzni kívánoknak, sátrat, valamint sörpad garnitúrát. Úgyhogy még várjuk baráti társaságok, munkai közösségek, szervezetek jelentkezését, hogyha akarnak jönni. Hát gratulálunk hozzá, köszönjük szépen. További sok sikert kívánunk, és reméljük azt a célt is eléritek ezzel, hogy a magyarok, vagy akik nem annyira szeretik a magyar halakat, azok most kipróbáljanak mindent, és megszeressék. Úgyhogy sok sikert kívánunk hozzá, és a műsor után még az Irigy Hónaj Mirigy koncertet talán odaérnek, úgyhogy... Mindez a Ferences kertben, Szombathelyen, úgyhogy látogassanak ki az első vasi halas napokra, mi pedig száguldunk tovább, hiszen jön a Kutyavilág magazinunk. A klímaváltozás következményeként hazánkban is megjelent, sőt egyre nagyobb számban okoz problémát a kutyáknál a szívféreg. A szúnyogok terjesztik ezt a betegséget, mint minden fertőzésnél itt is kiemelt fontosságú a megelőzés és a sikeres gyógyulás érdekében a korai felismerés. Szombathelyen az utóbbi fél évben már 3 kutyánál diagnosztizáltak szívférgességet. Ami először feltűnik a gazdáknak, az légzőszervi tünetek, köhögés. Ez már egy előre haladott esetet jelent. Kétféle stratégia van, ezt a betegséget szúnyogok terjesztik. Áprilistól mondjuk októberig, amíg szúnyog előfordulhat, egyrészt lehet védekezni a szúnyog ellen. Vannak a szúnyogokat távoltartó repellenszerek, elsősorban cseppek. A másik lehetőség, hogy magát azt a lárvát, amit a szúnyog beolt a vérszíváskor, azt pusztítjuk el. Erre is többféle készítmény van, van cseppentős is, tablettás is, most már többféle lehetőség van a piacon. A tünetek azok elsősorban légzőszervi tünetek. Van egy másik faj, ami majdnem ugyanilyen, mint ez, az bőrféreg, és hasonló a féreg maga. A vizsgálat során a mikroszkóp alatt veszünk vért tőle, és a féreg lárvák a mikroszkópban látszanak, ott mászkálnak a vérben, néha egész sok is. Ez a bőrféreg, ez gyakoribb. Az egyszerű mikroszkópos vizsgálata nem lehet elkülöníteni, hogy ez most bőrféreg vagy szívféreg. Ezt utána vannak gyors tesztek, illetve komolyabb labortesztek is, amivel ezt lehet igazolni. Mi nálunk, amik előfordultak esetek, itt komolyabb laborteszteket is csináltunk, és azok is igazolták ezt a fertőzöttséget, illetve az egyik kutyus egyéb más okok miatt vesélyektelensége volt, boncolásra került, és a boncolás során is láttuk a szívében a férgeket. Ezek a szívnek a pitvarában elsősorban nagy számban szabad szemmel láthatóan vannak. Még annyit azért elmondanék, hogy milyen terápiás lehetőségek vannak. Most már Magyarországon is van olyan, egy pesti kollégina csinálja, hogy a nyaki vénán keresztül egy vénakatéterrel felnyúl a szívbe, és kihúzza ezeket a férgeket. Ezen kívül van egy tablettás készítmény, ez is elérhető most már Magyarországon, arzén tartalmú, ez képes a felnőtt férgeket elpusztítani. Hogyha nagy számban vannak már a szívben, akkor ennek a kezelésnek lehetnek komoly kockázatai. Itt pontosan a legutóbbi esetünknél, ami Szombathely melletti közelében lévő faluból érkezett egy kutyus, ő is már régebb óta köhögött, szívbetegként kezelték, és itt a kollégám Horváth Imre csinált nála egy szívultrahangot, és ott látható volt az ultrahang felvételen, hogy a szívüregeiben kis férgek lebegnek. A felvételen is ez látszik, a felvételnek a felső harmadában középen ilyen fehéres kis hullámzó, csillámló kis vonalakként látszanak ezek a férgek. A rovatot a Szombathelyi Állatkórház támogatja.
abszolút irigylésre méltó helyzetben vagyunk, hiszen jeges kávé, limonádé, főtér, napsütés, azt hiszem minden adott ahhoz, hogy kellemesen érezzük magunkat, de hogy tulajdonképpen mi van abban a pohárban, meg ebben a pohárban, arról most egy kicsit beszélgetünk Darmos Ádámmal, a Café Shop Szombathely üzletvezetőjével. Szia Ádám! Sziasztok! Szia, hát rengeteg finomság van itt előttünk, beszélgessünk kicsit, ha már nyár, akkor ugye itt a limonádé és a kávéknak is a szezonja, a kávékból inkább talán a jeges kávé. Előszeretettebben fogyasztják a vendégek a jeges kávékat, több ízben is akár. A klasszikusok, akár a, ugyanúgy, mint a melegben megtalálható az Ice Cappuccino, Ice Café Latte, limonádék több ízben, ezeket is előszeretettel fogyasztják a vendégek. Kis jó tanácsot adjunk a tévénézőknek, hogy mégis, most térjünk át így a kávékra, hogy milyen kávét tudnak otthon is maguknak elkészíteni, és hogyan készül el mondjuk egy, ez a, nem tudom mi ez jeges latte. Ez egy ice café latte karamell sziruppal, ez tök klasszikus, otthon is ugyanígy, jég, ugye a mélyhűtőből, hideg tejjel, fölöntig nem kell melegíteni, aljára egy kis karamell, amit akármelyik boltban meg lehet kapni, ugyanígy el tudják készíteni, ugyan akármelyik kávézóban. És milyen a klasszikus jeges kávé, mert ugye ez nem ez a klasszikus. Ugye ott is ugyanígy, hogy egész jéggel készül, esetleg hideg tejjel felöntik, annyi, hogy ezt nem ízesítik, esetleg utólagosan cukorral, fehér, barna, ami éppen adódik mellé. Mint hogyha a limonádék azok most újra élnék a virágkorukat, vagy hát legalábbis arra emlékszem, hogy korábban nem volt ennyire népszerű ital, vagy legalábbis csak otthon. Igen. Tehát, mint hogyha most ez virágkorát érne, és rengeteg variáció van. Igen, igen, teljesen igazad van ebben. Mi is azt vettük észre, hogy közkedveltebb, sokkal jobban, főleg az ízesítettek, hogy már ez a citromos, esetleg a lájmos, ez a klasszikus limonádék, azokat már nem is annyira kérik a vendégek, hanem inkább ami esetleg bodzás, rózsaízű, van már fügés, szóval már tök sok változatban megtalálható. Milyen limonádék a legkedveltebbek? Mert most már azért valljuk be, 40 féle ízű limonádét lehet körülbelül inni. Előszeretettel kérik a zöldalma, eper, ahogy mondtam, bodza, akár rózsa, ami olyan, amit esetleg már, ahol régen nem lehetett. Ugye régen volt pár citrom, lime, mojito, esetleg egy eper, és körülbelül ennyi volt a választék. Ugye most már 40 féle ízbe is akár lehet kérni. Tehát rózsát mondtál? Rózsa. Szó szerint rózsa limonádé. De azt hogyan kell elképzelni? Van már sósmogyoros limonádé is. Micsoda? Sósmogyoros. Na pedig itt én is meglepődtem. Na látod, végre volt. Tényleg, annak, aki találnak, de annak az ízvilága az tulajdonképpen milyen? Tehát milyen a rózsa illatáról, hogy arról tudod hallani, de hogy a rózsa ízéről arról még kevesebben. Kicsit édeskésebb, mint általában a klasszikus limonádék, mint például egy zöld, amúgy ez inkább savanykásabb az almától eredően. Kicsit édeskésebb. A rózsát még nem kóstoltam, úgyhogy nem tudom, hogy a rózsa limonád és a rózsa megegyezik-e. És színre? Mert rózsaszín. Hogy azért van rózsaszín. Hát fehér rózsa is van, sárga nem, rózsa. Sima klasszikus rózsaszín. Klasszikus. Pár ilyen különlegességet tudnál még nekünk mondani rózsán kívül? A sósmogyoró. Hát mondjuk ez abszolút különleges. De a sósmogyoró, most az... De a sósmogyoró van mogyoró ízt érzed, vagy a só... Szó szerint ilyen kicsit ilyen mogyorós íze van, de ilyen sós jellegbe. Hát, nem tudom. Akkor már vannak ilyen kombinációk is, mint például van egy olyan koktél alapanyag, a Blue Curaçao, meg a zöldalma, és akkor az ilyen kék színű, ilyen chili-vili limonádé lesz kék színben, az is inkább ilyen édes később, és akkor a maga a zöldalmának elveszi az ízét, és az a Blue Curaçao ízt adja. Szóval vannak már ilyen kombinációk is, mint például eper, barack, ilyesmi. És mennyire bevállalósak, bocsánat, az emberek? Előszeretettel kérik ezeket a kombókat. És ha most az italokról beszéltünk, de egy pár gondolatra az ételekre is, ha kitérünk, mi az, ami ilyenkor nyáron mondjuk jellemző, hogy fogyaszt? Inkább a könnyebb ételek, saláta, akár egy könnyebb egytál spagetti, vagy előételekben a bruschetta, ezek az észrevételek, így szerintem a vendéglátó egységekben, hogy inkább ezeket. A húsoknál meg inkább ilyenkor nyáron ugye az emberek merészebbek, többször kérnek például egy T-bone steaket, vagy egy bélszín steaket, szóval sokkal merészebb, szóval nem a klasszikus esetleg rántott hús, vagy egy, nem is tudom mit mondjak, még egy ilyesmire, szóval nem az újházi például ilyen melegben, hanem például kérnek inkább egy fokhagymakrémlevest, szóval inkább ezek. Ádám, tőled egy rövid időre elbúcsúzunk, de csak tényleg rövidre, mert hogy mutatsz nekünk egy-két érdekességet, úgyhogy kedves nézőnk, jövünk vissza pillanatokon belül. Ahogy ígértük, kedves nézőink, Darmos Ádám mutat nekünk egy meglepetést, és hogy mi az a meglepetés, már itt is vagyunk, úgyhogy pár pillanat, és megtudhatják, hogy miről is beszéltem még az előbb lent a teraszon. Ádám,
Hol vagyunk most jelenleg? Szombathelyen, a főtéren, főtér 16 szám alatt. Hosszabb átalakítás után sikerült megnyitnunk 2 hete a Royal Apartment. 7 szoba található az apartmanban, 2 különálló egységre van osztva, az egyikben 4 szoba található, a másikban pedig 3, mindegyik 2 vagy 3 fős. Tehát ez egy gyönyörű, ez egy régi lakás. Polgári, volt. Így van, ez lett teljesen átalakítva. Így. De nagyon-nagyon szép, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon kellemes itt lenni, az a kilátásról ne is beszéljünk még, mert ezt meg fogjuk nézni, mi hova is néznek az ablakok. Mi az, amit érdemes tudnunk erről az apartman házról? Ha valaki itt szeretne megszállni, akkor mit kell tennie? Hát ugye alattunk van ugye a Royal kávézó étterem, ami hozzánk tartozik ugyanúgy. Például ugye így ebben a szempontból vacsora, reggeli teljesen biztosítva van a szálló vendégeknek. Fönt a szobákban minibár hűtő is megtalálható, zuhanyzóba felszerelt fürdőszobák és külön kialakított főzőlappal és vízforralók, a tányérok, a kialakított kis konyharész is található az apartmanban. Mi az, amit még tudni kell erről az apartmanról? Tehát mikor lehet kivenni? Egész évben üzemele? Igen. Árakat tudsz-e mondani nagyjából egész hozzávetőlegesen? Egész évben üzemelünk, folyamatos. Recepciónk az 7-től 10 óráig tart, ugye nem non-stop ilyen szempontból. A vendégek reggel 7-től este 10-ig tudják elfoglalni a szállást. A kicsekkolás az ilyen dél és 2 között maximális idő a vallumba történik meg. A reggeli ebéd vacsora, ugyan az előbb is említettem, az nem történik a kávézóban. Tehát akkor választani lehet, hogy lehet, valaki kér hozzá reggelit? Hát az alapcsomagba beletartozik a reggeli, tartalmazzák az árak is. Az egy főknél 12.900 forint per szoba, ha egyedül foglalja el a helyiséget. Hogyha ketten jönnek, akkor meg annyi a rész, 14.900 forint per szoba, de annyi, hogy akkor ketten foglalnak benne helyet. És már éjszakára gondolunk most. Nézzük meg akkor először a kilátást, aztán utána pillancsunk be majd a fürdőbe is, mert hogy azért azt el kell mondani, hogy nem rossz. Igen. Mondhatjuk, hogy elég exkluzív a kilátás. Igen, ahogy említettem innen is. Húzzam. Igen, nyugodtan. Ahogy említettem is, ugye, hogy a főtér szívében található ez az apartman sor. Szóval innen a szökőkút, a főtéren, a szobor, üzletek. Hát vár, tehát tulajdonképpen Szombathely szíve. Szóval igen. Tehát tulajdonképpen Szombathely szíve megtalálható. Elérkeztünk a műsorunk végéhez, nagyon gyorsan eltelt ez a hétvége, de nem az igazi hétvége. Hiszen ne felejtsék el, hogy vasi halasnapok a Ferences kertben, a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával rengeteg programmal várják Önöket. Ha sietnek, akkor még az irigy hónajmirigyet is láthatják ma este. Önöknek boldog hétvégét! Boldog hétvégét! A műsorvezetőt a Jean Store öltöztette. A műsorvezetőt öltöztette az Amnézia márka volt. Műsorvezetőnk frizurájáról a Revitál szépségszalon gondoskodott.